gyerekek leszakadt a hó itt a bakonya aljában, amit nagyon szép. Nem nagyon szeretem, mert hideg van. Na de, hogyha ma ilyen hideg van, akkor kicsit elkanyarodnék a melegebb éghajlatra, és egy érdekességet mondanék nektek, legyen Portugália. Ha Franciaország a trafipaxoknak az országa, ugye Európában ott található a legtöbb trafipax, akkor Portugália pont az ellenkező része, ott nagyon kevés trafipax van. Lisszabon környékén vannak trafipaxok, amúgy nem sok van. Ehhez fűződik a mai videó, hogyha Portugáliában mentek, mint munka, vagy mint kirándulók, de autóval, akkor készüljetek arra, hogy a trafipaxok helyett a gyorshajtást úgy próbálják megelőzni és megfékezni, hogy a városokban, illetve kisebb falvakban a közlekedési lámpákat helyeznek el, és a lámpákhoz meg sebességmérő kamerákat, amik nem fényképeznek, hanem a lámpát átváltják pirosra, ha érzékelik a gyorshajtást. Most gyorsan megyek, és át is váltott pirosra a lámpa. Megbüntet a portugál. Lámpák pirosra váltanak, hogyha gyorsan mész a városban, vagy a faluban. És ha ide érsz, akkor zöld is mehetsz tovább. Így működik ez itt. Szerintem nagyon jó és korrekt dolog ez. Nagyon jól visszafogja a gyorshajtást a falvakban, vagy a lakott területeken. Annyi az érdekesség és arra kell odafigyelni, hogy ha mögötted jönnek a faluban, akkor ne menjél gyorsan, mert ha átvált pirosra a lámpa, akkor hát megszophatod a mögötted levőt is. Átváltott a lámpa, az meg átment a piroson. Franciaországban is vannak ilyen lámpák már, vagy ilyen kamerás lámpák felszerelve, de a legtöbb Portugáliában van. Vannak olyan lámpák, amik nem úgy csak pirosra vált a lámpa, de még meg is szopat szó szerint, tehát ott oda kényszerít egy 20 másodpercig, 10-20 másodpercig nem enged tovább. Büntetést kapsz, álljál csak a pirosban, hogyha nem bírtál magaddal. Szóval készüljetek erre így Portugáliában. Tchau!